Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Hogy jutottam ide ehhez a forráshoz, ezt röviden elmondanám. Az anyukám 2002-ben halt meg, szomorú voltam, a Biblia olvasása, a hitem segített abban, hogy megtaláljam a belső nyugalmamat, az életerőt, és az egyik pillanatban fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és a nyaklánc úgy mozgott, mint az inga, és kaptam ilyen égi üzeneteket. Ehhez jönnek gondolatok, kívülről így mondhatnám, egy olyan ihlet, és ezek az üzenetek, amit neked is mutatni szeretnék. Azon kívül megvan a lehetőség arra, hogy kérj egy ilyen személyes üzenetet a Bibliából, az energiai egyensúly az 4000 forint. És most megnézzük, hogy mi az üzenet. Én ezt nem befolyásolom, nem is tudom, hogy mi jön, de azért, amit kapok, azt átadom nektek. Még mindig a nyakláncomat használom. Hamarosan fontos döntéseket fogsz hozni. Van valaki, aki beszélni akar veled, és rossz indulatú, hiszen el akar téged bizonytalanítani. Te higgy magadban, hogy jó úton haladsz, és jó döntéseket fogsz hozni. Te nem maradsz abban a helyzetben, amiben most vagy, hiszen lesznek döntések, változások, de higgy magadban. Az a hír, ami a közeli jövőben jön hozzád, nem fontos, nem kell odafigyelni rá. Ügyelj az anyagi helyzetedre, ez javulni fog. Te figyelj oda a környezetedre is, ki mit akar tőled, milyen szándékokkal közeledik hozzád. Ez a háború, ami jelenleg van, még eltart, de
véget fog érni. Ez az időszak nem kellemes, de nem tudsz változtatni rajta. Légy még türelmes, amíg rendeződnek ezek a dolgok. Ez a háború még eltart egy ideig. De jönni fog valaki, aki mindkét féllel beszélni fog, és így segít abban, hogy meglegyen ez a békeszerződés. Lesz cselekvés, lesznek ilyen diplomatikus kapcsolatok. Mindkét félnél vannak problémák, gondok, kiadások, de ez a háború véget fog érni. És ez volt az üzenet. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!